Körkép Podcast. Ez a körkép.sk közéleti műsora. Jogász, humánökológus, politikus. 1994-ben az MSZP színeiben szerzett parlamenti mandátumot. 1998 és 2002 között a Magyar Országgyűlés alelnöke, 2002 és 2009 között annak elnöke. 2010. októberében távozott az msp ből és Szociális Unió néven saját pártot alapított. 2015-től miniszterelnöki megbízott, a Pécsi Egyetem fenntartójának kurátora, jelenleg miniszterelnöki főtanácsadó. 2023. március 31-én belépett a Keresztény Demokrata Néppártba. Szili Katalinnal beszélgetünk jogérvényesítésről, önrendelkezésről, a felvidéki és magyarországi aktuálpolitikai történésekről. Köszöntöm a Körképeska stúdiójában a Magyarországgyűlés korábbi elnökét, miniszterelnöki megbízottat, főtanácsadó Cili Katalint, akinek feladata a határon túli autonóm ügyek eljárásában való személyes közreműködés. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadtad. Én a is köszönöm a meghívást és a lehetőséget beszélgetni önnel. Elnökasszony, egy könyvbemutató kapcsán jár Pozsonyban, mely kötet a svájci jurakanton autonómiáját, illetve önrendelkezési harcát mutatja be. Röviden vázolva, mit kell tudni a kötetről? Ez gyakorlatilag egy hosszú idő terméke, hiszen Svájcban, ahogy ön is említette a felvezetőben, egy új kantonként alakult ki a 90-es évek második felére a jurakanton, amelyik gyakorlatilag egy autonómiát kapott és egy svájci és Svájcban élő magyar Bészabó Péter volt az, aki tulajdonképpen javasolta azt, hogy ezt az összefoglalót megcsinálta, és javasolta, hogy esetleg ezt magyar nyelvre fordítassuk le. Az én személyes életemben annyi előzménye van, hogy még házelnökként a 2000-es évek eleje közepén, írtam egy levelet annak idején az Európai Parlament vezetőjének, az Európai Bizottság elnökének, hogy jó lenne tudnunk azt, hogy mégis milyen autonómia modellek vannak Európában. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a déltiroli ferőerszigetek, és sorolhatnám tovább, hiszen 16 országban van autonómia, de mégis ez hogy alakul, mi történik? Na most erre nyilvánvalóan én nem kaptam választ, mert minden egyes ilyen megoldás az egy Teljesen különböző függ attól, hogy a többségi és a kisebbségi társadalom képviselői miben egyeznek meg. És akkor, amikor én hallottam ezt, hogy az erdélyi magyar egyesület, illetőleg a Bészabó Péter úr ezt egy magyar tolnai isrán fordításában kiadják egy magyar nyelven, és akkor megkértek arra, hogy lenne arra érkezésem, hogy esetleg ennek a bemutatásán részt vegyek, én egy felvezetőt mondom, tulajdonképpen, hogy így húsvét utáni, szakácsos hasonlatot mondjak, nyilvánvaló, hogy ez egyfajta receptnek tekintető, hogy tulajdonképpen milyen megoldásokon, milyen tárgyalásokon ment végig annak idején az ottani többség, illetőleg kisebbségi közösség tárgyalása, milyen fázisok történtek, hogyan ment a szavazás menete, hogy történik az igazgatási rendszerük, ez gyakorlatilag egyfajta megoldást Fogunk bemutat. Még róla beszélni. Felvidékén azonban az autonómia az utóbbi évtizedekben vörös posztó érdekesség, hogy még a nyugati demokráciában abszolút elfogadással jár egy-egy önrendelkezési séma, és annak bevezetése. Mivel magyarázza, hogy ez a téma az őshonos kisebbségek esetében tabonak számít? Ez főleg azért a Kárpát-Medencében, ugye nekem is ma feltették a kérdést, amikor ez a bemutató volt, hogy milyen érdekes az, hogy itt Közép-Kelet-Európában nincs semmilyen nemű. Illetőleg én azt gondolom, hogy a Vajdasági Autonóm Tartomány az egyfajta példa, de ugye ez is egy sajátos példa, hiszen a Vajdasági Autonóm Tartománynak az a különlegessége, hogy ott az autonóm tartományban is a többségi társadalom van, többségben. Ugyanakkor a 13 nemzeti kisebbségnek nemzeti tanácsokon keresztül biztosítják azt, hogy a saját sorsukról a saját maguk döntsenek. És én azt gondolom, hogy ennek a 20. századi történelmi turbulenciák az okai, hogy itt nem szívesen veszi a többségi társadalom, akár itt Szlovákiában vagy Romániában, hiszen mindenki azt gondolja, és én nem is szívesen használom az autonómia szót hogy Önlány ez, vagy, hogy, hogy ez egyfajta elszakadást jelent. Én inkább az önigazgatást, önkormányzást, ugye az európai szubszidiaritás elvének megfelelően decentralizációt, hiszen többnyire azokat a folyamatokat támogatják a központi kormányzatok, amelyekben olyan hatásköröket adnak le a különböző régióknak, ami ott a régióban a döntési lehetőséget megadja, és ez nem csak kisebbség-többség kontextusában, hanem egyáltalán egy homogén társadalomban is így van. Én azt gondolom, hogy azok a fajta önkormányzati megoldások, mint például a Magyarországi, ahol a kisebbségi önkormányzatok létrehozzák a maguk területi országos szervezetét, és ők döntenek az oktatásról, kultúráról, média kérdéseiről, finanszírozásról, én azt gondolom, hogy ezek olyan soft típusú, amiben nem kell különleges dolgot beleképzelni, és van egy sajátossága, az pedig az, hogy kimutatható, hogy azokban az országokban, ahol ilyen régiók jönnek létre életőleg, önmagában az autonómia, hadd maradjak, akkor én ennél a szónál biztosított, sokkal fejlettebbek gazdaságilag, mint bármi, hiszen én azt szeretném hozzátenni, hogy itt senki nem akar se elszakadni, se nem tudom én milyen szecessziót, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy egy-egy térségben a közösségek, amit jelen esetben úgy hívnak akár, hogy magyar nemzeti kisebbségi közösség, önmaga dönthessen. De én meg kell, hogy mondjam, ez nem a mi dolgunk. Tehát ez nem, a budapesti vagy a magyarországi politika sor, eh, kérdése, de akkor erről majd beszélünk Igen, még később, fogunk erről Mert ez azért fontos ebben igen, 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 mindenképpen. Van. Tehát még visszatérve a kötetre, hogy a Berni Jura Nem. önigazgatási rendszer, ez több évtizedes küzdelem eredménye, a felnemadásról, a konszenzus keres, keresésről szól. Milyen üzenete van annak, hogy ezt a kötetet Pozsonyba is elhozta? Én azt gondolom, és ezt inkább a szerzőknek kéne magyarázniuk, de én azért tettem ezt szívesen, mert egyszerűen csak azt szeretném, hogyha a többségi társadalom is érzékelni, hogy itt nincs semmiféle hamiság, turpiság. Túl vagyunk már a 20. századon, azon is, hogy számunkra csak az a fontos, hogy a Szlovákiában élő magyarság számára biztosított legyen az, hogy az identitását megőrizhesse. Egyszerűen csak arról van szó, hogy egyfajta példát szerettünk volna ezzel bemutatni, úgy, ahogy ezt e, ugyanezek a szerzők tették e, Nagyváradon, de én úgy hiszem, hogy ebben nem kell e, különlegesebb dolgot látni, hanem csak azt, hogy e, egyszerűen, és amiről én beszéltem, is, hogy nagyon örülnénk, ha erről egyáltalán párbeszéd folyhatna. A, ahogy ön említette, a, a Jurakandon kialakulásánál, vagy az ő e, autonomiájuk kialakításánál, ez e, egy közel 25 éves. E, párbeszéd eredménye volt. Most én azt hiszem, hogy itt Európában, ahol a szubszidiaritás elve az egy fő alapelv, én azt gondolom, hogy nyugodtan leülhet többségi és kisebbségi közösség. Erről beszélni. Tehát nem kell rögtön ebbe különlegesebb dolgot belegondolni, hanem kezdjük el legfeljebb azokat a kérdéseket, vagy fogalmakat, hogy ki melyikem mit gondol. Hogy egyszer végre láthassa mindenki itt és vagy bárhol a világban, hogy mi nem különlegességet szer, csak olyasmit, ami bevált, vagy amit már másod követne. Ön, aki a témának a ismerője nyilván az autonómia törekvésekkel kapcsolatos különböző történelmi traumákkal is találkozott, mégis mivel lehet megnyugtatni a többséget, vagy az államalkotó nemzetet, hogy, hogy nem ördögtől való törekvésről hát nincs, van szó. nincs ebben senkinek, Tehát, ö, én azt gondolom, hogy azon már rég túl vagyunk, és az elmúlt 103 év együttélése, az biztosítja azt, hogy minden partnerünket arról, hogy itt senkinek nincs se területi követelés, semmi az égvilágon. Egyszerűen a jelenlegi státuszkó mellett szeretnénk az, hogy azokat az európai megoldásokat, ami a szubszidiaritás, a decentralizáció, mondhatnék itt további elveket, nem tudom egyáltalán a kedves tévénézők ezt követik-e, hogy ez micsoda, nem is fontos, egyszerűen azt kell tudnunk, hogy semmi más senki nem szeretné, csak egyszerűen azt, hogy, hogy beszéljünk erről, legyen egy párbeszéd, ezzel alakuljon ki egyfajta bizalom többség és kisebbségi közösség között, mert én azt hiszem, hogy sokkal könnyebben menne akkor minden. Szlovákia azon uniós tagország közé tartozik, melynek az összlakosságon belül a nem szlovák nemzetiségű lakosság aránya legnagyobb. Talán ilyen 20-25 százalék körül van a magyar, ruszín, roma, német és cseh és egyéb kisebbség nemzeti közösségnek a, az aránya. Ennek ellenére a jogérvényesítés mégis mondhatjuk, a gyerekcipőben jár már 30 éve. Mire van szükség a valódi jogérvényesítés? Eléréseim? Hát én, 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 én ebben a, új, újra vissza térnénk ahhoz a fogalomhoz, amit a bizalom jelent. Tehát én azt gondolom, hogy ha, ha ezt a bizalmat egymásnak legalább azzal, hogy tárgyaló ülnek, vagy egyáltalán, hogy senki nem gondol emögé különleges tartalmat, hanem csak egyszerűen azt, hogy az a magyarság, aki ítél Szlovákiába, ezt a Szlovákiát szeretné a, magyar, a saját kultúrájával, nyelvével gazdagítani, és én azt hiszem, hogy számos olyan közéleti személyiség, író, költő, zeneszerző, és sorolhatnám tovább gazdagítja a szlovák kultúrát, ami nyilvánvalóan azt mondatja, hogy, hogy itt szeretne mindenki élni, itt szeretne egy teljes értékű polgárként élni, vagy ezt a gyerekeinek átadni, hogy legyen lehetősége egyáltalán arra, hogy az identitását megőrizze és ha már az itt való élésről van szó, kívülről, hogy látja, miért éppen a szlovákok ennyire hatékonyak a, a beolvasztásban, vagy az asszimilációban? Hát szerkesztő úr, ez egy nagyon jó kérdés, és erre azt hiszem fél órát is lehetne válaszolni, de azt mindenképpen szeretném ebben leszögezni, hogy itt azért vannak olyan kérdéskörök, amiben például ugye az állampolgárság kérdése, vagy nyelvhasználat, nyelvhasználat, vagy sorolhatnám tovább ezeknek a kérdése, amik nem kerültek nyugvó pontra. Na most ebben én szeretném mindenképpen kiemelni azt a kérdést, ami a kollektív jogokat jelenti. Nyilvánvaló, hogy ott, ahol, a, és beszélhetünk integrációról, de ha nincs integráció, akkor nyilvánvaló, hogy a illetőleg, ha van integráció, de nincsenek kollektív jogok, az nyilván asszimilációhoz vezet előbb-utóbb. De én azt hiszem, hogy az európai és egyébként a globális elveket is figyelembe véve, nagyon jó lenne az, hogyha itt is megőrizhetnék a saját identitásukat azok a magyarok, akik itt élnek. De szeretném ebben leszögezni azt is, hogy azért itt vannak olyan tüskék, amiket jó lenne közösen ö, elsimítani és ö, közösen megoldani. Ugye ma éppen egy elég ö, érzékeny időpontban történik ez a beszélgetés április 12-én, ami ugye a benes dekrétumokat követő 47. április 12-én elindult első vagonok a ö, kitelepítések ö, keretében ugye elhagyták itt a ö, szlovákia földjét, ami én azt gondolom, hogy elég nagy traumát okozott sok-sok embernek, és aminek a következményeit annak ellenére még ma is érzékeljük, hogy nyilvánvalóan kevesen vannak már, akik még élnek és szemtanúi voltak ennek a történésnek, viszont akár a kisajátítási, földek kisajátításának az ügye, akár azok a dolgok, hogy egyszerűen nem mernek kimondani, Említhetném itt az általam kevésbé használt, de például autonómia kifejezést is, hogy az is milyen rögtön görcsöket okoz, holott nem kellene, mert ha ugyanazt értenénk ezeken a dolgokon, akkor én azt gondolom, hogy ne, nem lenne ebben különösebb probléma. De azért annyit el kell még mondanom, hogy azért az elmúlt egy-két év harcának voltak eredményei is, mert Ugye ma már a jogszabályok 15%-nál teszik lehetővé egy-egy településen, hogy a 15%-os nemzeti kisebbségi közösség léte mellett, hogy a nyelvhasználatot megengedjék, de ugyanígy említhetném azt is, hogy ha valaki 5 évig bizonyítottan külföldön él, van lakóhelye, akkor azt követően kérheti a másik állampolgárságot. Tehát úgy látom, hogy azért vannak olyan apró eredmények, ami. Olvad a jég, de azért, olvad a jég is de azért szerintem nyilván ez egy hosszú távú. És ha visszatérek a kérdése elejére, a bizalom, a bizalom, a bizalom, a párbeszéd, a párbeszéd, a párbeszéd. Ugye a nemzeti közösségek jogállásáról szóló törvény az lényegében most is a szlovák kormányprogram része, több egyéb szimbolikus ügy is. Siffer András ügyvéd volt parlamenti képviselő, nemrég úgy fogalmazott, hogy addig nem lesz béke Európában, míg nem rendeződnek az őshonos kisebbségek jogai. Ez csupán a helyzet komolyságára mutat rá. Én nem geopolitikai értékelést várnak el öntől, inkább egyfajta képet kérem, hogy vázoljon a témaszakértőjeként, hogy milyen jövőképet lát a felvidéki magyarság számára, amennyiben a jelenlegi helyzet nem fog változni. Hát hadd induljak én is abból, amit uh, Siffer András említett, hogy uh, mindaddig Európában uh, a nemzeti kisebbségi közösségek uh, uh, sorssal nem rendeződik, addig uh, gyakorlatilag ez egy ilyen uh, stabilitást megkérdőjelező tényező, másként fogalmazva, ahhoz, hogy a, uh, Európa hosszú távú stabilitással biztosított legyen, az kell, hogy <kül> egyrészt Európa nem mondja azt, hogy ez egyébként nem európai ügy, hanem minden ország belügye. Ezért is van az, hogy nagyon nem egyensúlyos azoknak az alapszabályozásoknak a kérdése. Más például, ahogy láthatjuk Szerbiában, amelyik még nincs is az Európai Unióban, de a Kárpát-Medencébe ott biztosított mégis leginkább a kulturális autonómia. Tehát ennek kellene egyfajta standardizálás, hogy mi az, amit például alaptörvénybe kell foglalni, mi az, amit biztos, és erre fogok majd még öt pontot mondani. Jó. Hogyha erre majd visszatérhetünk még, hiszen Kalmár Ferenc külügyminisztériumi egyébként a szomszédságpolitikáért felelős, nagyköveti rangban lévő, külön megbízottal kidolgoztunk öt olyan alapelvet, amit szerintem Európa előírhatna, és akkor itt, ha el is mondhatnám mindjárt, ez a tavaly előtti Európa tanácsi elnökségünk alatt került kidolgozásra. Ilyen például az, hogy ismerjük el, hogy nemzeti kisebbségek ügye, európai ügy, és nem nemzeti csak belügy, a, másik, ami fontos kérdés, hogy az állampolgárság nem szükségszerűen azonos a nemzethez tartozással. Tehát attól, hogy valaki például szlovák állampolgár, attól még lehet nyugodtan magyar nemzetiségű. Gondolok itt például egy olyan valakire, aki mondjuk Kiszelmenc, Nagyszelmencen lakott, mindig is magyar volt, de volt csehszlovák állampolgár, szovjet állampolgár, ukrán, szlovák, és sorolhatnám tovább. Állampolgársága az változott, attól még a nemzetisége nem változott, úgyhogy ez mondjuk egy eklatáns példa. De említhetném itt a következő ilyen pontként azt, hogy legyen köteles minden ország a saját alkotmányába államalkotó tényezőnek elismerni az ott élő nemzeték kisebbségi a közösségeket. Igen, is megoldatlan probléma jelenleg. De ugyanígy megoldatlan például Románia esetében, de például megoldott Szerbia vagy Szlovénia esetében. Tehát ebben sem egyformák, de például Franciaországban sem megoldott. De ugyanígy említhetném ugye a kollektív jogok és az egyéni jogok biztosítását, ami szintén egy garanciális elem lehet, és hát nyilván ebben az egyik legfontosabb, hogy az identitás megőrzéséhez a legfontosabb a nemzeti kisebbségek védelme, hiszen Európában Európa lakosságának több mint 10%-a nemzeti kisebbségi közösséghez tartozik, és mondjuk 5% a bevándorló. Na most akkor nézzünk meg, hogy mennyi, mennyit foglalkozik a bevándorló közösségekkel, vagy mennyit a nemzeti, az őshonos nemzeti kis, akik a szülőföldjükön élnek. És itt egy példát szerkesztő a hadd említsek, hogy 2019, ugye akkor volt a legutóbbi európai parlamenti választás, a Parlament, Európai Parlamenti Választás megelőző utolsó ülések egyikén, márciusban elfogadott az Európai Parlament az afrikai származású nemzeti közösségek alapvető jogairól egy határozatot, egy öt oldalas határozatot. Ugye voltak e, magyar képviselőink az Európai Parlamentbe, Szlovákiából is, e, akár Nagy Józsefet. Csáki párt említem, rengeteget küzdöttek, vagy akár a mostani szlovák parlamentben is azért sokszor elhangzik jó néhány olyan kívánság, hogy hogy ezek legyenek megoldva, és azért próbáljuk meg a részben a minimum standardot megoldani, és, és láthatóan az Európai Unió a sokkal szívesebben foglalkozik a bevándorló kisebbségi közösségekkel, mint a saját ősvonos kisebbségekkel. Akkor, ha már a kisebbség vagy érdekvédelemről beszélünk, akkor térünk rá a felvidéki magyar politikára, mely nélkül a nemzeti önrendelkezésről sincs túl sok értelme beszélni. Jelen állás szerint Szlovákiában október 30-án lesznek parlamenti. September 30. Szeptember 30-án lesznek jo, parlamenti választások. Gondolom csak kíváncsi volt, hogy figyelek. -e? Így, van, így, van. A kérdés az, hogy ön szerint Jut a szövetség. Én nagyon remélem, hogy igen. És erre az ad számomra egyrésztről egyfajta optimista, vagy optimizmusra okot, hogy az önkormányzati választáson elég sikeres volt a szövetség. És végül is az, a, a mostani politikai elit az úgy látom, hogy az elmúlt években, az elmúlt ö, ö, választási vereséget követően túlépett a saját árnyékán, amikor félretett mindenféle visájt, vagy vagy vitát, és gyakorlatilag létrehozta a szövetséget. Amit én azt gondolom, hogy elég régóta várt a Szlovákiai magyar közösség, és itt most nem a politikai szervezetekre gondolok, hanem azokra, akik az urnához járulnak, és rájuk szavaznak. Én bízom menne, hogy ez a fajta szövetség, Reményeim szerint egy olyan programot is letesz az asztalra, ami tényleg a egy 21. század harmadik évtizedébe a jelen helyzetbe, hiszen azért kigondolta, hogy egy ilyen migrációs válsággal, pandémiával, szomszédban háborúdul, ezekkel a problémákkal nézünk szembe, amiben én azt gondolom, hogy két olyan hívó szó van, amit mindenképpen tartalmaznia kell, ez a béke és a biztonság és talán ma ezek sokkal inkább előtérbe kerültek, viszont ezek nem homályosíthatják el azokat a kérdéseket, amit egy közösségnek képviselnie kell. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy szeptember vége az egy újabb pozitív lehetőséget hoz a szövetség számára, ami remélem, hogy nem a végponyában, vagy kezdete lesz egy olyan képviseletnek, amelyik tud újat hozni, és tud egy politikai innovációt teremteni. És ön szerint a közös párt létrehozásán, illetve az ütőképes, hihető program megalkotásán kívül mire van még szüksége ahhoz, hogy a lehető leginkább maximalizálják a bejutás esélyét? részben a bejutás esélyét, és én azt gondolom, hogy ami a legfontosabb talán a szavazat maximalizálás, én ebben, ha, ha most én lennék, nyilván erről nekik kell dönteni, tehát én ebben nyilván beleszólni E, és, és én azt gondolom, hogy a magyar politika nem is kíván beleszólni abba, hogy itt a közösség hogy dönt. De ugyanilyennek tartom, és azért visszatérve egy mondat erre, ég, erre az egész önigazgatás kérdésére, az, hogy ezt akarják, ezt is a magyar közösségnek kell eldönteni. A mi feladatunk az, hogy ugye a magyar alkotmányban benne van az is, hogy Magyarország felelősséget visel a határon kívül élő magyarságért. Ez a fajta felelősség, ez részünkről azt jelenti, hogy amit ők szeretnének, Nyilván nekünk azt kell támogatni, nem nekünk kell megmondani Budapestről, hogy ők mit szeressenek. Ahhoz viszont, hogy hogy maximalizálni tudják a voksokat, egyrészt én azt gondolom, hogy egy olyan hihető jó programot kell letenni, amit ma elvár egyébként a szlovákiai magyarság attól az etnikai, politikai erőtől, amelyik őt képviselni kívánja, a másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy össze kell gyűjteni azokat a hiteles politikusokat, akik ezt tényleg... Képviselni akarják, tudják és képesek erre. És ön szerint mi a fontosabb ilyen helyzetben a teljes magyar összefogás, mondjuk ideológiáktól függetlenül, vagy inkább a közösség gyarapodását és megerősítését felvallaló erők köré való szerveződés? Én azt gondolom, hogy a, a, az elmúlt ö, ciklusban, tehát ami most így mögöttünk van, azért voltak ö, ö, olyan. Ö, Közéleti kezdeményezések, amelyek szerintem nagyon jó lehetőséget adnak arra, hogy. És, és itt bocsássunk meg, de én nem használnám azt a két szót. Tehát én mindenképpen azt tartom, ami a hitelesé teheti, hogy az a közösség, amit magyar közösségnek kívül bízzon abban a politikai szövetségben amelyik őt képviselni kívánja. Tehát ebben a bizalom és a hitelesség az szerintem elengedhetetlen. Úgyhogy én, én azt hiszem, hogy ma már is azért itt szeretnék egy gondolat erejéig utalni arra is, ami a, az ideológiát jelenti, és erre szerintem még biztos vissza fogunk térni a beszélgetésünk során, mert szerintem már abszolút nem igazak azok a 20. századi ideológiai megosztottságok, amikkel találkoztunk akár egy-két évtizeddel ezelőtt. Tehát az, ami, ami itt azt jelentette, hogy a, a baloldal az szociálisan elkötelezett, és, és hisz a, a, az együttműködésbe a, 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 tényleg azokban a, és azokat a rétegeket kívánja kiszolgálni, akik vidéken nehéz helyzetben élnek, a, jobb, a konzervatív oldal inkább nemzeti elkötelezett, a konzervatív oldal inkább a keresztény elkötelezettségű, és én magam is tapasztalom azt, hogy egészen más vannak a törésvonalak. Ma, ami szembeáll egymással, az a globális világ és a lokális világ. Ami ma szembeáll egymással, az a tőkekoncentráció, vagy a szociális igazságoság. Most az a helyzet, hogy ez ma már nem baloldal vagy jobboldal kérdése, hanem egyszerűen annak a kérdése, hogy ki az, aki kiszolgáltatja egy globális, mindent uniformizáló világnak a saját közösségét, vagy ki az, aki a béke és a biztonság mellett ezeket a közösségi értékeket meg kívánja tartani. A kérdés inkább arra vonatkozott az ideológiai felvetés kapcsán, hogy igen, nálunk is ezek a törésvonalak a lokális, illetve a globális gondolkodás mentén Jönnek létre, ugyanakkor érdekes, hogy ez egyúttal a magyarság kérdéséhez való hozzáállás törésvonalait is jelenti, vagy akár a háború kérdéséhez, Magyarországhoz való viszony tekintetében. És a kérdés arra vonatkozott, hogy mi a garancia arra, hogyha mondjuk ezektől eltekintünk, hogy az első adandó alkalommal pont az ideológiai törésvonalak mentén fog szakadni ez a párt, ha. Én, esetleg én bejut nem a gondolom, a hogy, idő, hogy ideológia mentén szakadna, mert itt az, ami összetartja ezt a politikai erőt, és hangsúlyozom, ez tényleg abszolút. Tehát én optimista vagyok teljesen az összefogás tekintetében, mert itt egyszerűen a feladat az, és amire ők szövetkeztek, ez pedig a magyar érdekképviselete. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy teljesen reális és a mai világban abszolút átlátható törekvést jelent a szövetségnek a törekvése. Új, a magyarországi példát kérnék segítségül, hogy a magyar ellenzéki összefogás esetleg intőjelként szolgálhat-e, ott ugye, hogyha nem volt közös értékrend, csak az érdek, akkor a választó ez kiérzés általában büntet. Mit gondol erről? Hát én egyébként a magyarország, tehát én, én azért azt szeretném világosítani, hogy a szlovákiai politikai palettát én annyira nem ismerem, mint amennyire magyar nyilvánvaló itt a szövetség tekintetében is arról a fajta optimizmusomról kívánok hangot adni, hogy én remélem, hogy bekerül, és a magyar érdekek képviselete lesz, és én biztos vagyok benne, hogy ez lesz a legfontosabb. A magyarországi ez egy egészen sajátságos. Nyilván ez mondjuk a saját helyzetemet is jól láthatja, mert én jótányit nem változtattam az elmúlt, mondhatom azt, hogy jövőre lesz 30 éve, hogy a top politikába bekerültem. Jotányit nem vol, változtatott az én szociális elkötelezettségemen, az én nemzeti mi voltamon és a keresztény hovatartozásomon. Amíg én a, a baloldal, az akkori baloldal, ami baloldalnak nevezte magát baloldalon ültem, ott ugye mindig e, légüres térbe kerültem, amiatt, hogy keresztény vagyok és nemzeti elkötelezettségű, nem oldottam fel a globális világba, nem hittem a az internacionalizmust követő kozmopolitizmusba, ami egyébként ma nagyon jól érzékelhető, mert megmaradt a szociális elkötelezettségem, és egyszer csak azt vettem észre, hogy egyébként az a párt, amelyikről én azt gondoltam, hogy ez egy merőben baloldali párt, kiderült, hogy ez nem baloldali, hanem egyszerűen egy neoliberális közösség. Na most az, ami a, a, a magyarországi ellenzéki oldalon öm, azt a konglomerátumot jelenti, amelyik ebbe a neoliberális köntösbe belegyömöszölt mindent, hát az óhatatlanul választások közötti időszakban jól kitüremkedett, és ettől váltak hiteltelenni. Tehát a politikában nem úgy van, hogyha összeadom a kettőt, meg a kettőt, abból négy lesz. Egyáltalán. ha, ha, ha jól számolok, akkor lehet, hogyha egymáshoz simítható, abból kijöhet hat is, de lehet, hogy csak kettő marad, a kettő meg kettő, mert hogy egyébként ugyanannyit veszít, mint amennyit nyerné. Akkor át is hajóztunk a Magyarországi aktuálpolitikai történésekre, hogy az orosz-ukrán háború a szlovák választási kampányt is befolyásolja Magyarország békepartisága ismert, melynek azonban ára van Brüsszel és Washington folyamatosan szankciókkal fenyeget. Miért zavarja ennyire a nyugatot Budapest patriotizmusa? Hát azért, mert az egész brüsszeli, és, és én itt ezt kezdeném azzal, hogy az egész brüsszeli politika szerintem ilyen gyenge még sose volt, mint amilyen. Tehát én annak idején, mikor az Európai Bizottságot Juncker elnökkor vezette, azt hittem, hogy rosszabb nem lehet, de hát úgy látszik, hogy Churchill volt ahhoz képest, ami egyébként most zajlik az európai politikai elitben, szerintem borzasztóan elgyengült Európa, és én azt hiszem, hogy e, ami leginkább a, a brüsszeli politikusokat zavarja, az pontosan az, hogy e, miniszterelnökünknek gyakorlatilag eddig minden egyes kihívásra adott válaszában igaza volt. És ugye ezt nehezen ismeri el egy ember a családon belül is, hogyha a másik félnek folyton igaza van, és az ő fennel hangoztatott e, Igazságnak vélt gondolatai azok kudarcot vallottak. Gondolok itt például a migráció kérdésébe, hogy ott volt az első olyan választóvonal, ahol gyakorlatilag mi azt mondtuk, hogy nem engedünk be senkit. Utána kiderült, hogy az a Bianco meghívó, amit kiadtak a bevándorlóknak, az oda vezetett, hogy Németországban ma már nem tudom, mi hány száz vannak, akikről nem is tudják, hogy hol vannak, vagy duplán veszik fel a segélyeket, vagy sorolat, nem. tovább, vagy ahogy hallja az ember, hogy vannak olyan városok, ahol én egy, például egy osztrák kisváros polgármesterével beszéltem a nem távoli múltban, aki azt mondta, hogy az ő városokban 42 féle náció él. Na most, és akkor a halom Svédországban olyat, hogy Évzáron nem mond nem énekelhetik el a diákok a súlyt himnuszt, mert nem akarják ezzel a bevándorló közösségek érzékenységét bántani. És akkor itt, itt én azt gondolom, hogy ez volt. Tehát ami miatt ez a folyamatos felhördülés van, az az, hogy a magyar kormány békét és biztonságot akar, a, és nem akarja belerángatni ebbe a háborúba a magyar országot és a magyar polgárokat, ezzel ö, oda jutott, hogy, és meg kell, hogy vajam, hogy távlatosan biztos vagyok benne, hogy ö, miniszterelnökünknek igaza lesz ebben is távlatosan, és az a baj, hogy sem az európai, sem a globális politikai elit nem látja, és szerintem ilyen gyenge soha nem volt, hogy egyszerűen ö, kiszolgáltatja ezt az egész világot, egy harmadik világháború ö, ö, előszobájába, vagy nem is tudom, hova rángatja. Tehát én, én, azt hittem, hogy ennél sokkal okosabb a politika, de úgy látszik, hogy számukra fontosabb, hogy fiatal gyerekeknek, akik még hisznek a Mikulásba, ö, ilyen ö, nem változtató ö, előadásokat tartsanak, hát egyszerűen hova jutott ez a világ? Ugye a háború a v egységét is kikezdte, a stratégiai partnerség pedig a posztkommunista blokkot akár Németország vagy Franciaország súlyának megfelelő közös érdeképviseleti lehetőséggel is fel tudna ruházni, mégsem ez történik. A közös fellépés helyett Csehország inkább hátrál. Miért ez az érdeke, és kinek az érdekeit képviseli, hanem a sajátja? Hát én azt látom, hogy, hogy valami úton, módon egy olyan globális, és, és akkor itt térjünk vissza ahhoz, hogy kialakult ezen a világon egy elég sajátságos időszak, ahol néhány egyébként sok pénzzel rendelkező üzletember, akik valaha, és akkor itt ugye nem meséltem el azt a történetemet, hogy a kezembe került egy 2007-es tanulmány az elmúlt hetekben, és abban a tanulmányban azt olvastam, hogy ahhoz, hogy Európa a gazdasági potenciáját meg tudja őrizni, nem tudom én, azt hiszem a briteknek 7 milliót írt, a németeknek 5 milliót, olaszoknak 5 millió bevándorlóra lesz szükségük. Na most ezt ugye mégis kik azok, akik ezzel foglalkoznak, akik a tőke koncentrációba hisznek, és akik odataszítják a világot, hogy ma a világ lakosságának a fele körülbelül annyi összegből él naponta, mint amennyi Egyébként néhány embernek a, a, a jövedelme. Tehát itt egy olyan mérhetetlen ö, megosztottság alakult ki a világban, aminek a következtében néhány egyébként ö, ö, általunk föl sem fogható pénzösszeggel rendelkező pénzember azt hiszi, hogy a választott politikusokat ö, Fölé tud emelkedni ezzel, és a választott politikát meg tudja haladni, vagy felül tudja múlni a saját pénzével. Most ennek köszönhető az, hogy ma gyakorlatilag jó néhány ország élén bábok ülnek. Krusovszki elnök úrral egyébként, aki volt házelnök, nagyon jó Igen, igen, és ő vele nagyon jó kapcsolatokat ápoltam, mondhatom talán még azt, hogy időnként most is leülünk, és egyszerűen elcsodálkozunk azon, hogy mennyit változott csak a mi időnk óta, ami nem is volt olyan távol a világ, hogy ma már tessék megnézni, hogy harmad-negyed osztályú politikusok ülhetnek, csak azért, mert néhány ember azt gondolja, hogy megvásárolja számára a széket. Tehát én ma azt látom, hogy küzd a világ a saját értékrendjével, nincsenek karizmatikus politikusai, nincsenek olyan politikusai, akik számára az egyéni érdek vagy a napi harcok megnyerésén túl a távlatos gondolkodás lenne a sajátja. Hál' Isten, nekünk azért ilyen miniszterelnökük van. Na most nyilvánvaló, hogy ezek igazgatják, tehát ez, ez igazgatja ma a világot, ugyanakkor az embereket meg a félelem igazgatja, hogy Na mit hoznak még a fejünkre? Ha már a keresztény demokráciát említettük, ön ugye március végén belépett a kdmp be semmilyen Zsolt pártelnök örömként és megtiszteltetésként értékelte. A... Sőt, az egyik ajánlom volt elnök úr, amit én köszönök innen, és senki, a másik pedig a Baranya megyei elnök, Hargita János képviselő. Úr. Az érkezését miért döntött így? Én elmondom önnek, hogy 12 évig gyakorlatilag a, a politika a, centrumába dolgoztam, ugyanakkor bármennyire híreztelték rólam az ellenzéki politikusok, én nem tartoztam sehova, tehát azt mondhatom, hogy a politika senki földjén voltam hovatartozásomban, bár mondom, az ellenkezőjét híreztelték, ugyanakkor ugye miniszterelnöki megbízottként folytattam a munkámat, ami egyébként is érdekes mód, eléggé kiverte a biztosítékot, mert úgy látszik, hogy ebben a politikai kultúrában szokatlan, hogy valaki egyébként a nemzetét szolgálja, bárhol van én, amikor a házelnökségemből leköszöntem, az utolsó mondatom az volt, hogy mindig a nemzetemet fogom szolgálni. Tehát bárhova vett az életem, mindig a nemzetemet szolgálom. Most 12 év után, amikor egyébként megbélyegeztek mindig azért, hogy, hogy ehhez a nemzeti kurzushoz tartozom, hogy ugyanazok teszik ma is ellenem a megjegyzéseiket, vagy csinálják a turbulenciát, akik akkor is, amikor házelnök voltam, akkor is, amikor baloldali politikus voltam, azért bélyegeztek meg, és kerültem légüres térbe, mert nemzeti voltam és keresztény, ezt mindenki tudta rólam. Most azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 12 évben, amiket tapasztaltam, és ugye amikor én. én ez nyilvánosságra került, és hát ugye fölhördült az egész ellenzéki sajtó, akkor én azt mondtam, hogy nekem három válaszom van erre, van egy ideológiai, és ha már ideológiáról beszéltünk, e kell, hogy mondjam, én nem változtam semmit. Én ugyanolyan szociálisan elkötelezett vagyok, nemzeti és keresztény, mint ami voltam 5 éve, 10 éve, 15 éve, vagy 20 éve, amikor megbélyegeztek ezért a baloldalon. Azt látom, hogy az elmúlt 13 év politikájában a mostani konzervatív ö, ö, jobboldali kormányunk többet tett szociálisan a családokért, a fiatalokért, a gyermekekért, mint amennyit összességében a baloldal valaha is akart, hiszen mindig a tőke pártján állt, és, és inkább egy neoliberális, ö, ö, vers, tehát szabad versenyt hirdetett. Így hát én úgy gondoltam, hogy ö, ha szívesen fogadnak, és Pécsi szervezetbe léptem be, akik egy hangulat támogattak a belépésbe. Számomra ez megtisztelő, és én büszkeséggel viselem. Az egy megjegyzés részemről, hogy milyen érdekes, hogy... Ja, és akkor van a politikai válaszom, hogy 12 évből gyakorlatilag 8 éve miniszterelnök urat és miniszterelnök helyettes urat támogatom, vagy segítem a munkájukban és hát nyilvánvaló van egy praktikus indokom, hogy én azt gondolom, hogy ha már eddig ezt tettem, úgyis oda soroltak, mert a politika sajnos, aki nem beárazza az embereket, akkor én azt gondolom, hogy ott a helyem is akkor te nem kell ott a továbbiakba dolgom. Ami viszont számomra elég sajátságos, hogy azokat nem bélyegzi meg a baloldalon, a neoliberális oldalon, akik egyik nap nemzetiek, másik nap neoliberálisok, harmadik nap baloldaliak, negyedik nap nem té hány pártot járnak meg ott belül, az nem probléma, csak az, hogy én egyébként, aki mindig is keresztény, nemzeti, Népben gondolkodó voltam, én most ezt a lépést megtettem. Akkor hagyosszak meg önnel egy személyes benyomást így a beszélgetés végére, mert a mai um, interjúnkra uh, való felkészülés kapcsán szereztem az egyik felvidéki magyar intézmény intézményvezetőtől, <laughs> ki azt mondta, el, hogy ön már akkor odafigyelt a határon túli történésekre, amikor az még nem volt stratégiaként kezelve. Köszönjük, hogy vigyázó szemünket így rajtunk tartott, és kívánjuk magunknak is, hogy, hogy ez így is maradjon, a az pedig nagyon sok sikert kívánok, köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget, szívesen visszajövök bármikor, és én igyekszem a továbbiakba is tenni ezt a dolgot, amíg erőm és lehetőségem engedi. Köszönöm a figyelmüket. Nézőinknek, hallgatóinknak köszönöm, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra. Körkép Ez a körkép.sk közéleti műsora.